Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A mai videóban egy olyan süteményt készítünk, amiről biztosan mindenkinek van valamilyen emléke. Ez egy hagyományos mézes krémes, vagy mézes béles, vagy grízes krémes, vagy mézes zserbó, ki hogyan hívja. Családonként eltér egyébként az elkészítési módja, valaki lekvárral vagy nélküle készíti, szilva vagy barack lekvárral, porcukorral vagy csokoládéval a tetején. Nálunk egyébként valamivel sötétebb lapokat készítenek, és csak simán krém van benne, és a tetején nincs is semmi. Én most ezt a közismertebb változatát mutatom meg nektek, nyugodtan tehettek egyébként porcukor helyett csokoládét is a tetejére, hogyha nektek az úgy jobban ízlik. Hát nem is szaporítanám tovább a szót, vágjunk bele a mézes krémes elkészítésébe. A krém alapja egy sűrű tejbe gríz lesz, ehhez 1 liter tejben 10 evőkanálnyi búzadarát fogok megfőzni, adok hozzá egy kevés citromhéjat, valamint vaníliás cukrot is fogok tenni bele. Nagyon egyszerű dolgunk van, a búzadarát a citromleszelékkel elkeverve szórjuk a forró tejhez, és főzzük meg. Hogy hamarabb lehűljön, öntsük át egy szélesebb edénybe. A tészta elkészítéséhez 400 g búzafinomisztre lesz szükségünk, 150 g kristálycukorra, 70 g mézre, 1 egész tojásra, 1 teáskanálnyi szódabikarbónára, 1 deci tejre, valamint 60 g vajra. A cukrot, a mézet, a tojást, valamint a tejet és a vajat tegyük egy tába, majd vízgőz fölött addig melegítsük, amíg egyben nem olvad teljesen. Ezután már csak a két száraz hozzávalót kell alaposan összekevernünk, majd a két keveréket egyesítenünk. Ha túl ragacsosnak találjátok, nyugodtan tehettek hozzá még valamennyi lisztet. Amikor már nagyjából összeállt a tésztánk, nyugodtan borítsuk ki a pultra, és ott addig dolgozzuk, amíg szép egynemű nem lesz, ezután pedig én egy ilyen 20 percen keresztül hagytam pihenni a pulton. Mivel 4 lapra lesz szükségünk, ezért 4 egyenlő részre osztom a tésztát, majd kinyújtom. Nagyjából 22x35 cm-esek a lapok, egyébként lényegtelen, tehát más arányúak is lehetnek, de az a lényeg, hogy az összes egyforma legyen, igyekezzünk úgy nyújtani. Teflonlapon nyújtom ki a lapot, és azon is fogom megsütni, nekem ez egy kicsit egyszerűbb. Ezt érdemes átszurkálni villával, hogy ne puposodjon föl, majd 170 fokra előmelegített sütőben 7-8 perc alatt megsütöm. A mézes lapok nagyon szép aranybarnák lettek, most félretesszük őket, és ismét a krémmel foglalkozunk, hiszen annak a második része még hátra van. Hiszen a grízes alapunk mellé még 20 deka puha vajat, 20 deka porcukorra fogunk kihabosítani, valamint a sütemény összeállításához mindenképpen szükségünk lesz még 300-350 g jó minőségű baracklekvárra. Az enyém kimondottan sűrű, ha nektek ritkább van, akkor kevesebb is elég, azért vigyázni kell, hogy ne folyjon majd ki a lapok közül. És most nincs is más dolgunk, mint a puha vajat kihabosítani a porcukor hozzáadásával, majd amikor már tényleg szép, világos és habos lesz ez a massza, kanalanként hozzáadjuk a tejbe grízt. A krémünk elkészült, és mivel két krémes rétegünk lesz és egy lekváros, ezért a krém felét teszem is az első lapra, bőven kell tenni rá, hogy jó krémes legyen, és ügyesen el kell oszlatni, hogy mindenhol egyforma vastagságú legyen ez a krém réteg. Ezután jöhet rá a következő mézes lap, és erre pedig a barack lekvárt fogjuk simítani. Két süteményünket folpakkal alaposan tekerjük körbe, majd tegyük hűvös helyre legalább egy napra, hogy megpuhuljon, de érdemes akár 2-3 napra is, bőven eláll, akár kamrába, pincébe, de én mondjuk az erkélyre vittem ki, jó hideg van ott nálunk, úgyhogy gyönyörűen megpuhult már másnapra.
Másnap elővettem, kicsomagoltam, levágtam a széleit, majd valamivel később jutott csak eszembe, de porcukorral bőven meghintettem. Csokoládéval is boríthatjátok a sütemény tetejét, egy tábla csokoládéhoz 2 evőkanálnyi olajat adjatok, azzal érdemes megolvasztani és szépen felvinni rá, egyenletesen eloszlatni. De természetesen simán porcukorral is nagyon-nagyon jó kis sütemény. Elkészült a mézes krémesünk, ami nem csak nagyon finom lett, de nagyon puha is, egy igazi élmény ezt fogyasztani. Mindenképpen ajánlom az elkészítését így az ünnepek közelettével. Remélem, hogy hasznos volt számotokra ez a videó. Ha így van, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, amíg nem tettétek meg. További szép napot és sok sikert kívánok nektek! Sziasztok!